Na sziasztok, hoztam egy másik videót nektek, egy másik kapálógépet. Hát ez inkább már, ez nem kapálógép szerintem, ez én már inkább már kultivátornak mondanám, de egy brutál. Ez ilyen széles, 55 centi egy kapatag, 110-et visz. Most én nagyjából oda tettem nektek, mutatom, hogy mennyit tud. Ennyit. Ez most ugye ez ilyen 110-re vannak írva, de még megy arrébb ott a tenger. Úgyhogy például a paradicsomot, a szárát nem is hordjuk le. Ezt egy-ez egybe fődarálja. Tiszta benzinnel működik. El is fogom indítani. Itt van benne egy ilyen kis sebességváltónak is mondanám, ugye. Itt van nullán. Itt van egyes, ez kettes, ez itt már nagyon gyorsan megy, ez pedig a lükkferc a mínusz egy. Ugyanolyan gyorsan megy hátra, mint előre, az egyes. Olajos légszűrője van, azt ki is fogom pucolni. Hát igazából az olajat, azt a motor olajat javasolnak bele, mert hogy fogja meg a port, hát szok bele nézve rendesen. Én azt teszek bele, nem tudom, hogy ki mit tesz, beleírjátok meg. Elfogadom mindenkinek a tanácsát, aki jobban tudja, mert én csak a saját tapasztalataimat mondom már róla. Na, elkészültem a légszűrő tisztítása. Tettem bele új olajat, ugye ilyen olajos légszűrője van, olajtükrös, ki hogyan mondja. És föl is töltöttem olajjal. Az oldalán is van egy ilyen nívó, hogy meddig kell neki lenni, hogy össze van szerelve, akkor lehet látni. Amúgy meg vannak benne ezek a kis lamellák, ez hogyha idáig, hogyha föltelik, látod, akkor már elég. És akkor összerakom. Hát ezt a szivacsot, ugye én csak benzinnel nyomkodtam ki, úgyhogy be volt be rendesen anyag. Ezt ide beteszem. Így volt egy ilyen kis rács, vagy tartógyűrű. Ezt csak ide lehúzzuk, és akkor ennyibe kerül még, hogy ide rá pattintjuk így. Van egy ilyen kis sapka, és akkor a szárnyas anyával meg meghúzni, és akkor ez a repülésre kész. Itt nem van egy burkolat, ami védi a hajtást. Hát ezt talán megy a sárra, ezt elég kipucolni. És sterimóval szoktam, de kimegy. Kimegy itt. Az olaj beöntője. Viszont ez úgy van, hogy megvan az, hogy mennyi olaj kell bele, és akkor teljesen hanyat kell dönteni. Bár hogyha vízszintesen van, azt levenném, ezt a kupakot folyna ki belőle. De viszont azt még bele kell önteni. Itt egy bortászív van mögötte. Egy meghajtás. És akkor mutatom, hát ez lenne a márkánya neki. 212 köbcenti. Egy sima kínai emagos. Semmi extra. Ehhez még, hát még a gyertya sem volt belőle kivéve. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a kapatagok, ez ideig belemegy a földbe. Ha nem vigyázó, akkor meg is feneklik. Nem megy tovább. Mehetsz lukferzbe vissza, hogy át tudjál rajta ugratni. A beránt olyan nagyon könnyen indul. Viszont itt van egy benzincsap, erre van nyitva. Hát ez pedig nem tudom, hogy szivattója, minek mondják, de indításnál kell húzni hátra. Elindul, utána rögtön előre kell nyomni, berek, de hogyha forró motornál is, hogyha véletlen megállok valamiért, akkor is csak úgy tudom elindítani, hogy ezt elhúzom hátra, és akkor utána megint előre.
Itt van a beöntő nyílás a hajtásnak, hajtóműnek. Az olajat ott tettem be. Hát az olajhoz, a hajtóműhöz, hát a sima hikomol olajat teszünk bele. Teszek én. A géphez pedig ezt ajánlták, ez valami germáni, német gyártmány. Itt van egy kis kapcsoló, egy ofon kapcsolója, itt is van a gáz. Hát ez a gáz, ez ide-oda forgott, vágtam alá egy gumit, nem is, egy csőbilincsnek a gumiját tettem ide, úgyhogy ez most nagyon jól működik. Ez a kuplung. Na most, hogyha elindítom, előbb be kell tenni sebességbe, úgyhogy nem húzod be, és mikor ezt meghúzod, akkor indul. Akkor indul, tehát hogyha elszaladsz vele, elesel, akkor nem megy tovább, megáll. Gyertyát összesen tudom, hogy hosszú meneti van benne, egy pólusú van benne, két pólusú. Sose néztem, még nem csavartam ki. Annyi volt, ugye, hogy ezt összeszereltem. Ez nagyon jó a kínainak. Ezt itt el kellett, hogy vágjuk. Itt van egy hegesztés rajta, meg innét is. Már alacsony volt, jó, most a kínaiak a 170 centéjükhöz, azokhoz tuti jó. Akkor nézett úgy ki a legmagasabban, mint ahogyan. Már állítható, a legmagasabban volt úgy, mint ahogyha most ezt teljesen leengedném. És fel kellett emelni. Most meg ugye azt kéne csinálni, hogyha itt meg lenne törve, hogy egy kicsit egyenesebben álljon, de viszont akkor meg megint úgy mennék utána, mint a sarló, mikor dolgozik és elmerül a földbe. Úgyhogy ennek ez a legjobb. Lehet utána tenni kocsit, itt a mélységhatárolója. De én mondjuk én kocsit nem teszek hozzá. Itt mutatom én, hát ott van a vonószegnek a... Amúgy nagyon gyorsan megy. Így könnyebb, hogyha úgy tolod, nagyon könnyű tolni, mint a talicskát. Nem, abszolút nem nehéz. Úgyhogy ha vissza le lenne törve, akkor ha kocsiznek vele, akkor viszont akkor le kéne törni. De kocsizni nem fogok, úgyhogy kocsi sincsen. OHV motor van benne, ott mutatom, nézd, oda van írva. OHV motor. Na, el fogom indítani. Ugye a benzincsap, az ki van nyitva. Telefonon mennyire tudom, hogy onra teszem. Hát ezt a gázt egy kicsit ráhúzom, és akkor ezt mutattam itt, hogy itt a béka meg a nyúl,
ez ugye, ez a gázza, hogyha itt a gázt húzkod, az ugye itt akkor kapja magát. Ezt ott kell állítani. Megpróbálok, megyek vele egyet itt nektek, megpróbálom valahol a telefont kitámasztani. Hát most ez akar lenni a Evo Tolsa márkája, de én láttam ilyen gépeket, már több cégeknél az mind ráragasztott valami másik matricát. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. És ha hasznosnak is találtátok, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csenget. Ezt a kis háztályi kártyát, amit ott láttok arra be, azt szoktam vele fölkapálni. Meg is fogom csinálni, és fogok róla föltenni videót. Nem tudom, hogy mikor, most kicsit szemerkél az eső. Úgyhogy ma biztos, hogy nem állok neki, de jövő hétre tervezem, hogy videót fölteszem róla, hogy hogyan dolgozik. Robi-re. Utána. Lájkoljátok, iratkozzatok fel. Köszi szépen, hogy megnéztetek.